Szép jó hajnalt mindenkinek, Torin vagyok, ez pedig az Evolution, egy táblás játéknak a számítógépre való átültetése. Lássuk egy normál gép elleni menetet. Próbáljuk meg három közepes AI ellen. Meglátjuk, mennyire erősek. A játékban, ahogy a neve mutatja, fajokat próbálunk megfelelő módon alkalmazni. Minden körben néhány apcó egyszerű esemény van. Egy kártyát bedobunk közösbe, amin a kaja mennyiség számít. A zöld szám, zöld levélen lévő szám. Nem tudjuk a többiek mennyit dobnak be, ennyi kerül be. Ennyi kajából kell majd visszahoznunk, egyet adok be, meglátjuk. Bár mondjuk az is, hogy ugye mit adunk be, az sem mindegy. Egy jó védekező lap lenne. Azt nem tudjuk, hogy milyen kártyákat játszottak ki. A zöld szám a lakosság méretet, vagy faj méretet, vagy populáció számot mondja. Ahogy jobban tetszik, annyi kaját kell körönként összeszednie. Pontokat, meg annyi pontot írunk, ahány kaját termelünk egy körben. A kék a testméret, a nagyobb méretű lény az meg tudja enni a kisebb méretűt, illetve a kisebb méretű nem tudja megenni a nagyobbat, tehát a nagyobb lény az védett. Tehát ha mondjuk ő akarja megtámadni valaki, akkor ahhoz legalább hármas mérettel kell bírnia. A méretet látjuk, a képességeket nem, és lehet három képessége, illetve egy-egy lapot felhasználva növelhetjük a lakosságot, a testméretet, vagy új fajt hozhatunk létre. Van egy ragadozó, hosszú nyak, kajálás előtt egy extra kaját kinyúl csak úgy. Ez pedig egy védekező lap. Ez jól hangzik. Ő fog először kajálni, úgyhogy hát túl sok kajára nem számíthatok, maradjunk annyiba. Körönként három lapot kapunk, plusz minden fajért egyet, úgyhogy ebből az utolsó lapból megpróbálok egy újabb fajt létrehozni. Hát ha megúszza. Lássuk. Na, ő jó eséllyel ragadozó lesz, vagy valami ilyesmi, nem. Senki nem lett ragadozó. Különösebben nem kellett cifrázni, mert volt elég kaja. Miket kaptak? Szimbiózis, a mellette lévő, jobbra lévő faj mérete megvédi, tehát az ő kettes gyakorlatilag ide is kettőnek számít. Erős védekező lap, el tud tárolni kaját, a testméretével egyezőt, úgyhogy gyakorlatilag nem kell minden körben ennie, ez egy nagyon hasznos segítő eszköz. Ambus képességgel kell rendelkezni a ragadozónak. Ez pedig a mellette lévőnek ad egy kaját. Ezúttal ő fogja kezdeni a kajálást. Ó, egy kiváló ragadozó képesség, de most nincsen
a étkezett, ha tele van a kajája, akkor nem lehet megtámadni. Az nagyon jól hangzik. Ez jó lenne, de nincs hova. Méretet növel. Oké, ezt gyakorlatilag védetté tettük ezáltal. Őt meg... egy extra méret. Kajáláskor működik egyből előre, tehát kettőt begyűjt előre, és utána eltűnik. És amíg eltűn, és ha tele van kajával, akkor nem támadhat, úgyhogy gyakorlatilag ez a faj, amíg van, addig működik. Garantáltan. Defenzív jellegű a feladványunk, ha meglátjuk. Meglátjuk, mire futunk. Oh-oh. Remélem nem ragadozó akar lenni. Nem? Na, hát rengeteg kaja van. És ugye annyi pontot kapunk, ahány kaját összeszedtünk. No. Ő is elbújik. Scavenger. Ha ragadozó támad, akkor egy kaját begyűjt. Ez is egy újabb szimbiózis, úgyhogy még egy fajt tudna ezzel védeni. Ötös méretű nem nagyon lehet támadni. Te hármas, úgyhogy egy nagy ragadozó kéne, ezek meg védettek. Elvileg át egy ragadozóban, meglátjuk. Rengeteg kaja van bent, úgyhogy ezt az egyeskét rakjuk csak be. És ugye a két fajom az mind előre ragadozó, előre termel kaját. Egyelőre csak még egy fajjal próbálkozunk simán, minden egyéb trükk nélkül. Na, ki mit bűvészkedik? Újabb hosszú nyakak. Úgy látom, mindenki nagyon békés. Összesen ötöt tud hozni, én is, úgyhogy igazából tartjuk a lépést. Azt nem tudom, hogy a pontok azok nyíltak-e, vagy sem. De úgy látom, nem.
Na hát egy ragadozóval megpróbálkozunk, hát ha segít, azzal ugye lehet a másikak fajtáit pusztítani, az azért hasznos. Ezt le tudjuk vadászni. Ó, a horn tücskék miatt viszont nem annyira volt jó kör. Hát ez kellemetlen. Azt nem vettem figyelembe. Se baj, azért még így is jól jöttünk ki. Azt hiszem. Oké. Ez csak egy extra faj, meg egy extra lakosság, és egy erős védelmi lap. Begyűjti a két kajáját egy menetbe. Igazából van elég kaja, csak a ragadozó miatt van a problémázás. Pincsi. Sajnos a tüskeim megint ugye útba voltak, de így legalább őt csökkentettük. Oké. Hatos lakosság. Na, mit tudok tenni? Nem sokat. Thank you.
No hát, 9-es mérettel azért nem nagyon van, amit nem tudok megenni. Legalábbis nagyon remélem. Plusz az ambusa segít. Na, ő is bement a ragadozók közé. Oké. Kérdés, hogy kire támadjak. Ő ugye sok mindenkire nem tud azért támadni. Bár az az intelligencia, az ki tudja, mit csinál. Vegyük meg. És akkor nem lesz kérdés, hogy mit csinál. Ugye a kihalt fajokért járnak bónusz vissza. Mondjuk, menjünk 2, 3, 4. Így. Messze nincs elég kaja, maradjunk annyiba. Ezt meg tudjuk enni. Meg ebből tudunk enni egyet. No, hát többen kihaltak rendesen. Mondjuk én egész jól bírom a masszív szuperragadozómmal. Utolsó kör. Már relatív sokat rakunk be, hogy azért lijussanak emberkéimnek. Nekem van messze a legtöbb kajázom. Egy újabb ilyen elásó. Hát Shell, nem érdekes. Warning call-lal nem járok előrébb. Oké, de nem nagyon tudok kaját szerezni csak úgy. De hogy nincs több. Oké, hát akkor egy újabb extra vadragadozó. Na meglátjuk. Meglátjuk, mire fut ki. Két szuper ragadozó az, ami valószínűleg hatékony nekem. Mind a kettő 9-es méretű ilyen értelemben. És így igazából a sok kaja az tök fölösleges volt, amit beadtam. Akkor lehetett volna mínusz 5, miután nekem összesen egy darab kajára van szükségem.
ugye a testmérettől függ, hogy a ragadozó mennyit szerez. Au, elfelejtettem, hogy tüskés. Ez súlyos hiba volt. Az, hát nem súlyos, de nem jó lépés volt. De hát minden lapért, meg minden lakosságért még egy pöttyöt kapunk. De igazából a kajákból számít a lényeg. Hát maradjunk annyiban, hogy azért a közepes alj az elég gyenge. Na hát ilyesmi ez az evolúció. Van egy kampánya is, úgyhogy valószínűleg azzal fogunk folytatni legközelebb. Mára ennyi.